Nyolcadik rész, ébredés. Szúrta a fű az arcom és a kezem. Hideg, kemény földön feküdtem, a közeli patak csörgedezett, visszagot éreztem és füstött. A közelben tűz ég. Hallottam, hogy patognak a száraz ágak. Halványan derengett a fény lehunyt szemhéjaim mögött. Miért gyújtottak tüzet, még nincs is estem, morfondíroztam lustán. Kinyitottam a szemem. Épp csak szürkült, és a földön feküdtem félig hason. Az előbb fordultam így, mert egy göröny nyomta a hátam. Előttem Katica bogár igyekezett fölfelé egy fűszálon. Ahogy haladt az egyre vékonyodó levélen, az mind mélyebbre hajlott súly alatt. Kinyújtottam a kezem, és a bogár elé helyeztem a mutató ujjam, hogy felmászhasson rá. Jobban van? Férfi hang, tűnődtem rá erősen, ismerős ugyan és kellemes, de nem kötődik hozzá az, csak valami megnyugtató, mély és meleg jó érzés. Lassan, fokozatosan tértek vissza az emlékeim, az utóbbi órák történései. Elájultam, azért ilyen lebegően valószerűten a világ, köröttem a fák és én magam is. Felültem. A tó a terebélyesedő patak partjára kerültem, ahová olyan szívesen jártam nyáron. Tőlem pár lépésnyire néhány gajból rakott tűz égett. Három keresztbe állított vastag ágon edény lógott fölötte, és vízgőzölgött az edényben. Mögötte guggolt Krilov velem szemben, és mosolygott rám. Sose láttam nála vonzóbb férfit, állapítottam meg kábultan. Minden tökéletes rajta. Hosszú combja, ahogy megfeszül rajta a nadrág, tépet, vérfoltos ingéből kilátszó, napbarnított karja, a mosolya. Fekete szemére árnyékot vetett sűrű, sötét szempillája. Becsuktam a szemem, hogy megszabaduljak a látványtól. Látom, még szédül, szólt gyöngéden, mint a hozzámért és megsimogatott volna. Megviselte az utóbbi pár óra. Csak annyi történt, hogy iszonyúan féltem, és most csordultig teltem hálával, magyaráztam magamnak, mert nem akartam az érzést, amitől gondolkodni is alig tudtam. Nem akarom ezt az embert, mert nem az én világom. Ide tartozik Szantamba, a peremvidékre, a szegénységbe, én pedig gróf kisasszony vagyok, nemes hölgy, aki túléli ezt a néhány év nehézséget, és visszatér oda, ahová való. Köszönöm, már jobban vagyok, szóltam gyönge hangon. Végig simítottam a hajamon és a ruhámon. Mit főz, csak nem teát? De igen, találtam hásfa levelet a nyeregtáskámban. Remélem megfelel. Csodás lesz, mosolyogtam bágyattan. Különösen arra gondolok, az indiánok bölintrágyát tömtek a pipájukba. Valami hasonlót is leforrázhatott volna. Ez az, csak könnyedén, Marian, bíztattam magam, ne es pánikba. Felnéztem ismét. Krilov már nem mosolygott, hanem átható tekintettel figyelt, lehet, hogy minden gondolatomat kitalálta. Ez még a mosolyánál is jobban aggasztott. Végre felébredt Miss Rowling, éles mutáló gyerekhang harsant fel mögöttem. Már azt hittem, estig alszik. John, a legkedvesebb tanítványom üldögélt tőlem balra a kidőlt fatörzsön, amelynek én is szívesen nekivetettem a hátam, amikor itt olvasgattam. Most vettem csak észre Johnt, amikor megszólalt. Nem ért földig a lába, nehéz cipője sarkával ütemesen rugdosta a moha lepte fatörzset. Mosolyogva üdvözöltem. Hát te, hogy kerülsz ide? A Harlem Ranch mellett vártam magukat a lovakkal, felelt komoly képpel, és fölöttébb elégedetlen, amiért egyenlő rangú társa lehet két felnőttnek. Már azt hittem, gyökeret eresztenek, olyan sokáig időztek. Remélem, békén hagyta magát az a patkány, Miss Rowling, mondta egy lovag aggódó arcával, ki ha kell, kész kardére hányja a kastély több száz főnyi védőseregét. Ne aggódjon, mondtam meghatottan, remekül vagyok. És valóban így is éreztem. Az, hogy elájultam és a földön fekve valamennyit aludtam is, tompította a délelőtti esemény megrázkódtatását. Akkor jó, majd nevetve hozzátette. A doktor bezeg nem dicsekedhet ugyanezzel. Alaposan helyben hagyták, de remélem maga is kiosztott néhány jó kis ütést és monoklit, doki. Miközben beszélt, leugrott a fatörzsről, mert az izgalomtól képtelen volt tovább ülve maradni. Az ütéseket imitálva ugrált a füvön. Hajladozott, összeszorított öklével a levegőt püfölte. Szeplős, fiatal és gondtalan arcának látványa, hogy az egész borzalmat játéknak tekinti, végképp elűzte belőlem a rémület emlékét. Mivel Krilov hallgatott, hiába néztünk mindketten rá, kíván-e élménybeszámolót tartani, csak elnézően mosolygott, John folytatta. Tudja, Miss Rowling, a doktor utál verekedni, de ha elkezdi, akkor nem ismer kegyelmet.
Ismét gyors táncba kezdett, erőteljes ökölcsapásokat mért a levegőbe, lábaival nagyokat rúgott előre, mintha láthatatlan ellenfél elviaskodna. Így, mutatta eltorzult vérszomjas arccal, eltörni a kezét, kiverni a fogát, kitolni a szemét. Rá eszmélt, elvetette a súlykot, zavartan megtorpant, elvigyorodott, és bocsánat kérő várándítással Krilovra sandított. Ő lehajtott fejjel nevetett, hangtalanul, csak magában, vállai ütemesen rázkodtak közben. Akarom mondani, Miss Rowling, a doktor tanult is verekedni. Nem csak amolyan közönséges bunyóra képes, mint az itteni bugrisok. A bátyjukkal dicsekednek a fiúk, így gondoltam. Valóban tanult szabályszerűen küzdeni? Kérdeztem Krilovot. Igen, felelte. Tanultam kard és ökölvívást is, vállat vont. Az orosz nemesség körében ez ugyanúgy része a nevelésnek, mint maguknál. Nincs benne semmi rendkívüli. Nem értek a szavai váratlanul. Bár legutóbbi találkozásunkkor megszakította beszámolóját a családjáról, óvatosan érdeklődtem felőle Jessica-tól. Jessica sajnos egyből észrevette a szándékomat, jót nevetett rajtam, amikor pogácsaszaggatás közben ártatlanra igazított arccal megkérdeztem. Úgy hallottam, Kirov doktor nem állatorvos. Hogy ért a kutyákhoz? Gondoltam, hogy megtetszik neked, Mariam, mondta Jessica, és csillogó tekintetét kíméletlenül hosszan nyugtatta piruló arcomon. Mit akarsz róla tudni? Ne köndörfalazz! Kérdezz bátran. Majd készségesen megosztotta velem mindazt, amit Krilovról hallott. Elmondta, hogy kiemelkedően jó nevelést kapott. A családja egyike a leghatalmasabb nemzetségeknek Oroszországban. Nagybátyja, aki tulajdonképpen a nagyapja testvére, csak nem 100 éves, nyugalmazott kormányzó. Krilov Párizsban tanult, és Jessica is furcsálotta, hogy ezen az eldugott helyen él. Úgy vélte, a születése körül lappanghat sötét titok. Talán törvénytelen gyerek, latolgatta Jessica, akit csupán megtűrtek a testvérei, és aki apja halála után otthonát elhagyni kényszerült. Bár Jessica közlése meglepett, mert Krilov indiánősöket emlegetett, azonnal elhittem öreg barátnőm minden szavát, hisz mi más magyarázná iránta érzett ösztönös rokonszenvemet, mint az azonos neveltetés és rang, kikerülhetetlen vonzódása ebben a kezdetleges és könyörtelen világban, ahol élek. Kötve hiszem, hogy errefelé gyakran kamatoztathatná a vívás tudományát, mondtam Krilovnak fitymálva. Nehéz a magunk fajtának beéleszkedni a vad emberek közé. Igaza van, hagyta rám Krilov. Ritka errefelé a karddal handabandázó paprika Jancsi. Nagy levegőt vettem, és nem vágtam vissza. Megértettem, bár azonos körből származunk, ő nem büszke rá. Épp fordítva, mint én, aki a nővérmúltamat titkoltam, és tudtam, ha valaha apám előkerül és elvisz innen, igyekszem elfelejteni az utóbbi 3 évet. Ahogy Krilovot is persze. Nem biztos, hogy sikerül, és ez a gondolat jobban kedvem szegte, mint az utóbbi undoksága. Csunk csak a pillanatnyi csöndet vette észre a beszélgetésünkben, a törést nem. Azonnal közbeszólt, hogy emlékeztessen sorsdöntő szerepére a kalandban. Tudja, Miss Rowling, 3 napja figyelem a Harlem Ranchet, és ma reggel, mit látnak szemeim, egy hintó. Ezek a banditák mindig lovon járnak, azért, amikor egy órával később visszafelé vágtattak, már is rohantam a doktorért. Tudtam, magát viszik. És ha a következtetésed elhamarkodott, John, vetettem közbe mosolyogva, ha történetesen Mrs. Harlan választja a hintó viszonylagos kényelmét a lovaglás helyett, akkor te fölöslegesen riasztod a szövetségesedet. Közben Krilov egy rongydarabbal leemelte az edényt a tűzről, és óvatosan, hogy a házfavirág leülepedett törmelékei ne kavaradjanak föl, 2 fém bögrébe szétosztotta a teát. Ugyan dehogy, intette John mindentudóan. Elkaptam Krilovra a tekintetem, és ismét Johnnak szenteltem minden figyelmem. Harlan meg van veszve a nőkért. Jó néhány évvel ezelőtt egy farmer lányát ugyanúgy elhurcolta, hogy magát. Képzelje, pár dollárral tartozott csak neki az öreg, de volt pofája tuszként fogva tartani a lányt. Azt persze mindenki tudta, hogy egyepetjél is vele. A csúf satrafa meg, gia marháit hajtja el az öregnek, mint minden épeszű ember. John megrántotta a vállát, újra felhúzta magát a fatörzsre. Én is egyre hidegebbnek éreztem a földes az alsó szoknya és a vastag gyapjú ruhadacára. Értem, John, hogy tudtad, én ülök a kocsiban, de miért figyelted az utat 3 napja? Nem sejtetted előre, hogy Harlem értem küldet. Megütközve nézett rám. Hát én nem is, de a doktor igen, ő kért meg rá még 7 főn, felelte.
Eljött hozzánk, mert apám vértányt. Akkor mondta, hogy tartsa a szemmel a Harlem tanyára érkezőket, és az arra utazókat is. Mindenki tudta, csak maga nem, Miss Rowling, bocsánat kérően elmosolyodott, hogy Graham megszökött Vanderbrockkal. A doktor előre látta, Harlem magát fogja hibáztatni. Összevonta a szemöldökét, és mélyen elgondolkozva, tudálékosan folytatta. Nyilvánvaló volt, kinek a szavait ismétli. Nincs Miss Rowlinghoz fogható nő a környéken. Harlem bizonyára szemet vetett rá. Tarts szemmel az utat, és szólj, ha baj van, John, mondta, és amikor befejezte, komiszul megvillant a tekintete. Én hosszan, nagyot kortyoltam a teából, így néma maradhattam, és lángba borult, elégedett arcomat is a csésze mögé rejtettem. Elég volt, John, szólt Grove barátságosan. Sikerült mindenkit zavarba ejtened. Közben egyáltalán nem tűnt veszélyezetnek. Úgyhogy fogd ezt az edényt, és hozz vizet a parázsra. Ideje indulnunk. John felé fordult, és oda nyújtotta neki a forraló edényt. John készségesen felpattant, és lejjebb sétált a patak partján. Közelebb is talált vizet, de ő el akart távolodni tőlünk. Hallottam, ahogy léptei alatt megrecsennek a lehullott szárazágak, és zizeg a friss avar. Milyen butuska városi lánynak tartott engem, John, mondtam szemforgató álszerénységgel. Keveseltem az iménti bókot, többre vágytam. Arra, hogy Krylov tiltakozzon, és mondjon pár kedves szót rólam. Ugyan, dehogy. Bájosnak tartja a naivitását, ahogy mi mindannyian, felelte Krylov, ahogy egy jól nevelt fiatalembernek ilyen kérdésre válaszolnia illik, majd hozzátette. Remélem, jól feleltem. Ezt akarta hallani? Téved, vágtam rá meggondolatlanul. Az igazat akarom tudni. Komolyan nézett rám. Valóban? Elgondolkodtam. Mit mondhatna? Azt, amit tudtam, beszélnek rólam a hátam mögött, hogy felvágós, álszent, ostobaliba vagyok, aki sejempárnák közt nőtt fel, és kiesik a kezéből minden munka. Mondhatná persze, hogy a legkevésbé sem érdekli, milyen lány Marian Rowling, úgyhogy hagyjam békén. És persze felelhetné azt, jellemem és természetem kibír minden kritikát, és ő még a lábam nyomát is imádja. Egyik válasz meghallgatásához sem lett volna elég erőm. Nem hajtottam le a fejem. Nem akarom hallani az igazságot. Visszaérkezett John. Krylov felállt, lábahegyével széthúzta a maradék parazsat, és ráöntötte a vizet az edényből. Én Johnék egyik rovára ültem, Krylov a sajátjára. John a tanyájuk közelében elbúcsúzott tőlünk, innen már látni lehetett a kéményből gomolygó füstöt. John az öreg diófát is megmutatta nekem, amelyen örködött. Aztán máskor jobban vigyázzon magára, Miss Rowling, kiáltotta vissza elmenőben. A lóval pedig ne fáradjon, elmegyek érte magam. Meghatottan néztem, ahogy vágtára fogva lovát elporzik a keményre taposott úton. Már sötétedett, amikor a város határába értünk. Krylov lovagolt elől, én pár lóhosszal hátrébb. Volt időm, hogy elnézegessem egyenes hátát, izmos tarkóját, ritmusos mozgását a lovon, és közben erről-arról elgondolkozzam. Mellé ugrattam. Elmulasztottam Huffmanéknél az ebédet, szólítottam meg. Catherine biztosan aggódik. Hozzájuk megyek először. Maga is vacsorázhatna, sőt aludhatna is náluk. Gondolom, kimerült a több órás lovagláshoz a városig. Akár egy tyúkanyó, Miss Rowling, szeret intézkedni és elrendezni mások ügyeit, mondta Krilla. Igen, hagytam jóvá nevetve, ilyenkor elememben vagyok. És rá is hibázott, valóban elfáradtam, úgyhogy elfogadom az invitálását. Ez természetes, több embernek elég lenne, amit ma véghez vitt. Most hízeleg, Miss Rowling, figyelmeztetett mosolyogva. Valóban, visszanevettem rá, de őszintén hiszem is, amit beszélek. Minden túlzás nélkül állíthatom, csodálom magát, és valóságos hőstetnek tartom, hogy szembe mer szállni azokkal a banditákkal. Elfordította a fejét, és maga elé nézett az úton. Az iskola előtt poroszkáltunk éppen. Jack portyája hosszúra sikeredett, állapítottam meg a csöndes udvarra vetett pillantás után, mert ha itthon lenne, itt se holna a lovak lábai között. Már az előbb is kérdezni akartam, szólaltam meg kisvágtatva. Harlamington hogyan hozott el egyetlen lovon? Nem emlékszem rá, azt hiszem elájultam. Magam elé ültettem, felelte. Nehéz lehetett tartani, mondtam. Téved, mód felett kellemes érzésént átölelni, felelte és azzal a gunyoros pillantással mért végig, amelyen a patak partján.
Elszégyeltem magam, és jobbnak láttam hallgatni azután. A kocsma főbejárata a hideg ellenére tárva nyitva állt. Sokan szorultak a nagy terembe, a felhevült testek elviselhetetlenül felmelegítették a levegőt. Már az utca végében hallottuk a zsivajt, a zongora hangját és az ordítozást. Megkerültük a fénykört, melyet az utca sötétjéből a nyitott ajtón kiáramló fény hasított, és a mellékajtóhoz ügettünk. Majd én beszélek, mondta Krilov, és ahogy előrengedett az ajtóban, villanásnyira megérintette a kezével a hátam.